Hú, brutál rossz idő van, nagyon fúj a szél is, és amint látjátok, nulla fok alatt vagyunk, mert megmaradt a füvön a hó is, és tök jó lehetőség arra, hogy leteszteljem ezt az EGRI szerelt magad műhelynek szánt hőlégfúvót, vagy hőlégbefúvót, ami egyébként infrásan működik. Nagyon kíváncsi vagyok én is a teljesítményére. Ez elvileg talán 17 kilowatt. Na mindegy, menjünk be a műhelybe és majd ott megnézzük. Nézzük is meg az induló hőmérsékletünket. Ugye jelenleg itt most 8 Celsius fok van, és 60%-os a páratartalom. És most bekapcsoltam a készüléket. Nos, elnézést a zsúfoltságért, most jelenleg a műhely raktárként is funkcionál, és íme így melegszik éppen a készülék. Ugye ez dízelolaja, gázolaja működik, és vörösen izzik. Tehát ez egy nem csak hőlégfúvó, hanem van benne egy ventilátor, de amint látjátok, vörösen izzik, tehát hasonlóképpen működik, mint a Siesta gáztűzhelyek. Persze nem lehet a kettőt összehasonlítani nyilván, de ez egy ilyen infrasugárzó. És már itt is érzem a meleget, amit kibocsát. Ez elvileg, ha jól emlékszem, akkor 17 kW-os teljesítményű. És nyilván csak olyan helyen érdemes használni, ami nem zárt hely. Úgyhogy én is egy picit mindjárt kinyitom az ajtót, hogy kiszellőztessem itt a kezdeti pici füstöt, amit ő termel. De utána már, hogyha bemelegedett, akkor tökéletes az égés. Most ugye itt a másik helyiségbe helyeztem el, ez pedig itt már a műhelyem, és a műhelyben fogom mérni, hogy milyen a sugárzása. Ugye ezt a két helyet kell felfűtenie most, és ezt fogom megnézni, hogy milyen gyorsan fűti föl. Gyorsan nézzünk is egy jelenlegi mobil értéket. Ezzel a készülék, ez 13,3 fok van már is. Ugye nem tudja követni olyan gyorsan nyilván a másik hőmérő a változást, és 58%-os ugye a páratartalom. Ugye ezt most csak azért próbálom ki, mert sokan mondtátok, hogy egy ilyen vályog épületet nem lehet gyorsan felfűteni, tehát ha mondjuk szerelni szeretnék itt, vagy bármi mást végezni, akkor ugye nagyon gyorsan kell felfűteni. Na most erre egy ilyen készülék abszolút alkalmas, utána pedig a kisebb kályhával már lehet tartani azt a meleget, amit előállítottunk. Ugye ez egy óriási teljesítményről van szó. És itt van az a kis kályha is, amivel eddig itt a műhelyben fűtöttem. Hát ez bizony nem tudta nagyon befűteni, hogyha lezártam a két helyiséget egymástól egy függönnyel, akkor lehetett olyan 25 fokot előállítani, de ahhoz kellett azért néhány óra. Nézzük is meg a falak hőmérsékletét is. Ugye ez most itt 11 fokos, itt 10,8 fokos. Ugye közben melegített rajta a készülő, 2-3 perce üzemel. Tehát körülbelül 10 fokosok a falak, azt mondhatjuk. A talaj hőmérséklete pedig 7 Celsius fok. Most nézzük meg, hogy milyen hőmérsékleten izzik itt. 495 Celsius fokos, ahogy izzik ez a felület. Most itt a környezetében, és ahova állítjuk, ott több méter távolságban is ezt az infrasugárzást, ezt a hősugárzást érezzük. Pont ez a lényege is egyébként ennek a készüléknek. Tehát ezzel nem feltétlenül befűteni akarjuk a helyiséget, hanem itt az a lényeg, hogy ha távol állunk tőle, például egy autószerelő műhelyben, akkor ez egy jó megoldás. Pont ezért is akarom kipróbálni, mert ugye egy központi fűtése van ellátva az EGRI Szereld Magad műhely, ezért is béreltem ki, hogy kipróbáljuk. Ez egy brutális, tehát ez most nyilván egy kis műhely, tehát ez egy alig 30 négyzetméter, amit most itt befűtök vele, irdatlan erővel sugározza a hőt, tehát ilyen távolságban szinte alig lehet megmaradni mellette. De nézzük is meg, hogy mire jutott eddig. A mobil hőmérőm szerint 17,8 Celsius fok van már is. És most nézzük meg, hogy ebben a helyiségben hány fok van. Most jelenleg 20,7 Celsius fokot mutat, de még nyilván még nem melegedett át az érzékelője. Körülbelül ez a távolság az, ahol még meg tudom tartani, és nem túl forró a levegő, amit fúj. De nagyon érdekes, hogy 36 Celsius fokot mutat, amit itt kiáramlik hőmérséklet. De durván 40 fokos levegőt fúj, ilyen másfél-két méteres távolságba. Ha jól látom, akkor a készülék most 18 Celsius fokot mutat, valószínűleg ez a benti hőmérséklet, amit érzékel. Itt mögötte, a készülék mögött nyilván alacsonyabb a hőmérséklet. És itt található rajta egy termosztát, amivel tudom állítani, hogy hány fokig melegítse fel, tehát akár 45 Celsius fokig képes ő bemelegíteni.
Nem tudom, mennyire látszik az adatlapja, ugye az is látszik, hogy 2011-es a készülék, és bizony, ez 17 kW, igen, jól emlékeztem rá. És 1,35 kg per óra üzemanyagot éget el. Ugye 70 dekagram, úgy emlékszem, a gázolajnak a súlya, tehát 1 liter gázolajnak, ami azt jelenti, hogy ez 2 liter gázolajt jelent 1 óra alatt, de cserébe kapunk 17 ezer wattnyi fűtőenergiát. Nézzük meg a fali lomha hőmérőt, azon még a 20 fok felé halad éppen a mutató, de a mobil gyors hőmérőm az már 23 Celsius fokot mutat. Tehát gyakorlatilag be is fűtöttük már 20 Celsius fok fölé ezt a műhelyt, ez a kb. 30 négyzetméteres terület, és ez nem tellett bele szerintem egy 5-6 percbe. Tehát ennyi idő alatt felfűtötte. Tehát brutális ez a készülék, csak nyilván ez zárt térben, főleg ilyen kis zárt térben tilos használni, hiszen itt azért nagyon nagy a veszély, hogy elfogy az oxigénünk, égés termékek kerülnek a légtérbe, tehát ezt nyitott területen érdemes használni. Én is egy picit résnyire nyitva hagytam az ajtót azért, hogy friss oxigénhez juthassunk itt. Természetesen ezt a kis pancsertesztet csak érdekességnek szántam, azt gondolom, hogy holnap fog kiderülni majd a hatalmas műhelyben, hogy mit is tud ez a készülék, és igazából ő 5 fokja elemében érezni magát, de nagyon-nagyon kíváncsi leszek, hogy mit fog teljesíteni. Na, úgyhogy ennyi volt. És ez szerintem egy, ha 2 litert fogyaszt egy óra alatt, ez mondjuk egy 5 perces mutatvány volt, akkor, de legyen akkor 6 perc, és osszuk el 10-zel, akkor ez 2 deciliter gázolajba került, hogy felfűtsünk egy ilyen épületet 20 Celsius fokig. No, de nem is ez az érdekes, hanem az, hogy mennyi ideig marad meg ez a hőmérséklet. Úgyhogy most kikapcsolom a készüléket, és megnézzük, hogy mennyi ideig őrzi meg ezt a 20 fokot itt a helyiség. Ugye már az ő termosztátja is 20 Celsius fokot mutat, és most egyszerűen csak kikapcsolom. Ilyenkor azonnal megszűnik a láng és a fűtés, viszont a ventilátor az továbbra is nyomja a meleget, hiszen ez a felület ez továbbra is izzik. Ugye ő lehűti saját magát, majd utána, hogyha ha újra bekapcsolom, akkor, vagy a termosztát újra bekapcsolja, akkor pedig újra bekapcsolja magát. De nézzük már meg azt is, hogy a termosztát, amikor kikapcsolok, akkor mi történik. Most újra bekapcsolom. És kapcsolt, és most engedem, hogy a termosztát kapcsolja ki. Leviszem 19 fokra. Lehet, hogy valamilyen ráhagyással dolgozik, akkor lejjebb veszem 18-ra. Igen, most kapcsolt ki. Na akkor nézzünk is gyorsan egy referenciaértéket. Most 21 Celsius fok van a fali hőmérő szerint, ez szerint pedig 25 Celsius fok és 43%-os a páratartalom. Hozom az órámat, és megnézzük, hogy mennyi idő alatt fog lecsökkenni, és mennyi idő alatt áll vissza a 10 Celsius fokra. Most jelenleg 4:43 van, 5 perc telt el. A hőmérő szerint továbbra is 21 Celsius fok van, viszont az én mobil hőmérőm szerint már 16,9-re csökkent itt a levegő hőmérséklete. És mutatok még egy érdekességet, remélem, hogy megmaradt ez az érdekes hőmérséklet. Hát igen, az előbb 13 Celsius fokot mértem a fal hőmérsékletén, tehát az is megemelkedett, most már csak 11 Celsius fok itt a hőmérséklet, de nézzünk esetleg még itt tovább. Igen, itt is 10,9, tehát nagyon gyorsan elkezdett visszahűlni, és közben megtaláltam az elektroszmog mérőkészülékemet is, ami tud elektromágneses sugárzást, illetve elektroszmogot mérni. Csak úgy látszik, hogy már lemerült benne az elem, vagy nincs bekötve, megnézzük. Nos, a következő 5 perc elteltével már jól látszik a fali hőmérőn is, hogy már csak 20 Celsius fokot mutat, és a mobil hőmérőm az pedig 15 Celsius fokon áll már. Tehát lassan visszanyerjük az eredeti 10 Celsius fokos hőmérsékletet. És bizony erről beszéltem, hogy nézzük meg normál esetben, milyen alacsony az elektromágneses sugárzás, illetve az elektroszmog aránya mondjuk egy szobában. És most vizsgáljuk meg itt ennek az infrapanelnek a sugárzását. Ugye jól látszik, hogy ha felirányítom a készüléket, akkor már is 106-os értéket mutat. De nem is ez a lényeg, hanem hogyha még közelebb megyünk hozzá, akkor akár ki is akad a készülék.
Nézzük meg a másik mérési tartományt is. Ugye itt is, hogyha közel tartom hozzá készüléket, akkor egy viszonylag magas érték. Hozzáteszem, hogy például egy villanyóránál, vagy bármilyen más készüléknél jóval nagyobb értéket is mérhetünk, például egy mikrohullámos sütőbe, akár kikapcsolt állapotban is kiakad a műszer mellette. Tehát ehhez képest még ennek a panelnek nincs nagy sugárzása, de mindjárt megnézzük a kint lévő infrapanelt, hogy azzal mi a helyzet. Íme itt van a mikrohullámos sütő, és nézzetek meg, kikapcsolt állapotban mellé teszem, és kiakad a műszer. Ez csak mint érdekesség azért mutattam nektek, és nézzük most meg akkor az infrafűtőlapot. Nézzük meg gyorsan, hogy mit mutat egy ilyen infrafűtőlap mellett. Ugye ebben a mérési tartományban nem sok mindent. És itt pedig, jó látszik, hogy 680-as az érték, nem tudom, ti látjátok-e. Ez egy 200 wattos infrafűtőlap. Nos, ránézve az órámra, közel fél óra telt el, ami azt jelenti, hogy nem sokára 3:43 lesz. És nézzük is meg, hogy mit mutatnak a hőmérők. Ugye a fali hőmérő 15 Celsius fokot mutat. Nézzük meg a mobil hőmérőmet, ugye ezen viszont már visszatért az eredeti 10,5 Celsius fok. Úgyhogy hát valószínűleg nehezebben követi a hőmérséklet változást az a fali hőmérő. Ennek ez lehet az oka. Úgyhogy mondhatjuk, hogy egy durván fél óra, 3/4 óra elteltével már visszatértünk az eredeti hőmérséklethez. És bizony, ahogy most bejöttem így friss orral, úgymond, egy picit érzem ezt a gázolajszagot, tehát zárt helyen nem jó használni ezt a készüléket, tehát olyan helyen, ahol mondjuk egy nyitott sátorról van szó, mondjuk egy sátrat kell befűteni, vagy mondjuk egy munkaterületet kell befűteni, nyilván odavaló ez a hősugárzó. És ami ennek a különlegessége ugye az, hogy ez is egy infra hősugárzó mellett, hogy dízel üzemanyaggal működik. Most arra gondoltam, ha már benne vagyunk így a tesztekben, akkor mi lenne, hogyha a lemezgarázsban is kipróbálnám ezt a készüléket. Úgyhogy most átviszem a lemezgarázsba, úgyhogy lássuk, hogyan boldogul vele.